Hamarosan a magyar-ukrán határig érhet az autópálya. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás szerint a nyertes vállalkozónak kétszer két forgalmi sávos autóutat kell megterveznie, amely a hiányzó 23 kilométeres szakasszal egészen a határig vezetné a Budapestről induló M3-as autópályát, ezzel pedig a határon túli magyarság helyzetét, valamint az összetartozást is erősíteni lehetne. Ez egy nagyon komoly lépés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye életében, hiszen hogyha csak a közlekedési feltételeket nézzük, akkor is már egy jelentős lépés, hiszen biztonságosabbá válik a közlekedés, és valóban egy olyan útszakaszra bővül a megye úthálózata is, amely ezen feltételek mellett azért természetesen számos gazdaságélénkítő hatással is erősíti a megye közösségét. A stratégiai programunkban megfogalmaztunk egy olyan célt, amikor terveztük a megye gazdaság fejlesztését, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan megye legyen, ahol jó élni, de ahová jó visszatérni is. Tehát az autópálya fejlesztés is pontosan ezt a célt szolgálja. Hogyha az előnyöket nézzük, akkor természetesen a legkézenfekvőbb ugye a megközelíthetőség javulása, de emellett a fejlesztés pontosan azt a részét érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, amelynek az erősítése kiemelt szerepet kapott a területfejlesztési programunkban. Ebben a programban az élhető vidék és a felzárkózó külső perifériák egyik célterülete pontosan a Szatmár-Bereg. Így az autópálya fejlesztése a megye gazdasági és turisztikai életében is komoly erősödést hozhat, tette hozzá az alelnök, melyről Filip Sándor Vásárosnamény polgármestere elmondta, sok változást hozhat a település számára. Vásárosnamény a Bereg szíve nagyon sokat köszönhet annak, hogy az elmúlt időszakban most már 3-4-et tekinthetünk vissza az M3-as autópálya idejét hozzánk a város határába, hiszen 4-5 kilométert kell haladnunk és beérünk a városba. Ezután pedig ugye megnyílik a tér, hiszen a Bereg és a Szatmár ezáltal még gyorsabban elérhető vált ezen fejlesztés kapcsán. Tudtuk azt, hogy ez egyfajta lehetőség, ugyanakkor nagyon komoly felelősség is számunkra, hiszen generálni fog és generált is az autópálya jelenléte olyan gazdasági folyamatokat és turisztikai előrelépéseket, amelyekre valamilyen szinten azért számítottunk. Ugyanakkor, ha a gazdaságot nézem, az autópálya meghatározó, de tekintsünk egy másik irányra is, hogy a turisztikai vonal is meg kell, hogy erősödjen, hiszen ez az ágazat most teljesen leállt ebben az időszakban, és tudjuk azt, hogy Vásárosnemény a Beregszíve meghatározó szerepet tölt be a megyei turisztikai életben is, hiszen 4 folyó van közigazgatási határainkon belül, és ez is egy olyan lehetőség, amellyel élünk és nem visszaélnünk kell. A polgármester hozzátette, az autópálya a három határ közelsége miatt is fontos, azzal ugyanis a közösségek életében is jelentkezik változás, a határon túli magyarság helyzetét és a nemzeti összetartozást is erősítik majd a beruházás adta lehetőségek.